Köszönünk minden kedves nézőt, és köszöntjük a műsorban Honti Tamás marketing kutatót. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen. A Tandem mai adásában nagyjából úgy három fő témát fogunk átvenni. Az egyik az így a reklámok és a reklámok céljairól fog szólni, majd erről a fő témáról át fogunk evezni konkrétan a politikai marketingre és a politikai kommunikációra. És ezt követően az egyik fő területedről, a gazdaságtudományról is fogunk ejteni majd néhány szót, ahol adott esetben ilyen személyesebb kérdések is szóba kerülhetnek, mármint úgy értem, hogy szakmai téren személyesek. Szerintem kezdjük azzal, ugye nyilvánvalóan mindannyian több száz reklám plakáttal, audiovizuális reklámmal találkozunk a napunk minden szakában, ez mondhatjuk, hogy meglehetősen körbevesz minket. Ezeknek a reklámoknak nyilván az a célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben meggyőzze a potenciális vásárlót arról, hogy a döntéseit a reklám úgymond finanszírozója szempontjából hozza meg, illetve az ő érdekében. Mégis felmerül az a kérdés, hogy mi is a reklámok valóban, mitől is válik egy reklám valóban hatásossá, és mik azok a fő szempontok, amik a meggyőzésben vagy a manipulációban, ugye ezek eltérő fogalmak a legnagyobb szerepet játsszák. Mire hajtanak ezek a reklámügynökségek és reklámszakemberek? Kezdetnek az fontos szerintem, hogy a köznyelvben gyakran ilyen ellentétpárként jelöljük meg az információ átadást, meggyőzést, és akár még ide sorolhat a manipuláció is, vagy akár a befolyásolásnak a fogalma. Most ez a való életben igazából nem válik külön. Ezek külön fogalmak. Önmagában az, hogy egy reklám próbál mondjuk az érzelmeidre hatni, próbál mondjuk egy státuszt, egy presztist hozzárendelni egy márkához. Az ugyanúgy információ átadás, és olyan információ, amire szükségünk van, ami fontos számunkra. Talán itt még kezdeteknél érdemes pár dolgot elkülöníteni egymástól, pár fogalmat, hogy később tisztában lássuk az egész marketinges reklámos világot. Önmagában az fontos, hogy a marketing meg a reklám az két különböző fogalom. A marketing az inkább egy vezetési szemléletmód, ami arról szól, hogy a fogyasztó szükségleteit, igényeit lehető legjobban próbáljuk megérteni és kiszolgálni. A reklám az a marketingnek az egyik eszköze, sok más eszköze is van. Marketing foglalkozik árpolitikával, marketing foglalkozik értékesítés ösztönzéssel, kereskedelmet is érinti. Marketing az foglalkozik a termék fejlesztésével is, de egy dolog mindig jelen van, hogy a marketingesek egy vállalati folyamatban a fogyasztók képviselik, és ők azok, akik mindig a fogyasztó igényére reflektálnak. Egy vállalaton, szervezeten belül elég sok szemléletmód ütközhet, a marketingnek mindig ez a feladata. A reklám az önmagában az egyik területnek, a kommunikációnak, azon belül is egy részterülete, ami szól egy részről arról, hogy megmutassuk a termékünknek, szolgáltatásunknak, márkánknak az értékeit, és egyrésztről reflektál meglévő igényekre, és természetesen újabb igényeket is próbál felkelteni. Itt talán amit még fontos megjegyezni az elején, hogy érdemes ezt a két szót, a szükségletet meg az igényt, ezt elkülöníteni egymástól. Hogy a szükségletekre azt mondjuk, hogy azok univerzálisak, minden emberben, tök mindegy, hogy Magyarországon él, vagy Dél-Afrikában vannak bizonyos szükségletek, amik jellemzőek. Ilyen szükséglet lehet az, hogy szeretjük, hogyha egy csoporton belül elismernek minket, vagy adnak a szavunkra. Ez mindenkiben megvan, ez a szükséglet változó mértékig. Ezek azok, amikre a marketing mindig reflektál, de új szükségletet nem képes generálni. Amit képes generálni, a szükségletnek a tárgyasult formája az igény, ami egy termékben, egy szolgáltatásban öltestet. Na, abban mindig tud új innovációt hozni, és mindig akarja is, hogy új termékekre, szolgáltatásokra felkeltse az igényt. Ezt tehát akkor lehet azt mondani, bocsánat, lehet azt mondani, hogy a marketing az, ami leköveti a fogyasztóknak az igényeit, és a reklám az, ami adott esetben új igényeket is generál, vagy pedig meggyőzi a fogyasztót arról, hogy az adott termék, az adott mosópor vagy szappan az, ami a megfelelő az egyén számára. Is igazából. Szóval mindkettőben jelen van az, hogy meglévő igényekre reflektál, de mivel a fogyasztó igényét folyamatosan nézi, ezért innovációs folyamatokat is képes beindítani, és ahhoz nyilván próbálja azokat az innovációkat elfogadtatni.
És hogyha erre példákat akarunk mondani, nyilván az internet megjelenése lehetne egy klasszikus, közhelyes példa, de talán most nagyon sok helyen találkozok az önvezető autók kérdésével, ahol van egy meglévő innováció, fogyasztói igényekre reflektál, de az innováció elfogadtatása az még sok időbe fog telni, és egy társadalmi folyamat, egy társadalmi párbeszéd eredményeként fog kialakulni, hogy mit gondolunk mi egyébként az önvezető autókról. Kicsit sarkos példa, de szerintem jól szemlélteti azt, hogy miről is szól a marketing. Tehát ugye megemlítetted itt a szükséglet és az igény elkülönítését. Lehet azt mondani egyébként, hogy az igény az sokkal inkább kapcsolódik a luxushoz, vagy azokhoz az emberi javakhoz, vagy általunk birtokolt javakhoz, amikre nincs közvetlen módon szükségünk, mondjuk mint az alapvető élelmiszereinkre, vagy akár másra, hanem ezek azok, amik már egy ilyen extra igényeink? Itt érdemes egy kicsit kitekinteni így általában filozófia, meg úgy tágabban a társadalomtudományok felé. Hogyha ugye itt azt a kérdést teszed fel igazából, hogy mi ez a fogyasztói társadalom. Ugye itt, hogyha vissza akarunk nyúlni egy klasszikus megközelítéshez, ugye ez a Maslow piramissal biztos többen találkoztak már, ami azt mondja, hogy vannak alapvető szükségleteink, ilyen az étel, ital, ilyen a biztonság, és utána ez a piramis ez építkezik, és eljutunk olyan szükségletekhez, mint például a szociális kapcsolatok szükségünk van, hogy egy társadalomban más emberekkel érintkezzünk, velük együtt éljünk, majd ahogy megyünk följebb a következő szinten, megtaláljuk az önbecsülés iránti igényt, hogy mások elismerjenek minket, és a legvége az az önkifejezés, hogy olyan dolgokat teszünk, jó esetben olyan munkánk van, amiben megtaláljuk magunkat, és élvezzük azt. Ez azért fontos, mert hogyha mint egy nagy magyar társadalomkutatót szeretnék idézni, egy Hankis Elemér például azt mondja, hogy a fogyasztói társadalom egy dolgot változtat meg nagyon, hogy az alapvető szükségletek kevésbé fontosak, persze lehetnek olyan alkalmak, mint például egy vírus, vagy egy terrortámadás, vagy a biztonság, mint második szükséglet kategória fontosabbá válik, de általában ezek a nyugati társadalmakban nem kérdések. És fölötte a felsőbb szinteken indul el a játék, hogy olyan szolgáltatásokat, termékeket tudj létrehozni, és egy olyan márkát felépíteni, ami ezekre reflektál. Tehát elsősorban az önkifejezésre, elsősorban az önbecsülésre, igen, ezek fontosabbá válnak. Ezek az előző korokban, a 20. század előtt kevésbé voltak ennyire dominánsak, úgy a társadalom egészét nézve. De persze ott is voltak rétegek, akár nemességről beszélünk, akár gentikről, akár sok más típusú társadalmi csoportról, ahol ezek fontosak voltak. Szó volt arról, hogy a reklám az alapvetően informál a termék tulajdonságairól, és arról, hogy mi is az, amire mondjuk úgymond motiválnak minket, hogy azokat megvásároljuk. Mégis azt vehető észre, hogy konkrétan felnőtteknek szánt reklámok esetében is egyfajta ilyen infantilitás érezhető, vagy olyan hogy is mondjam, karakterek, vagy fantasztikus dolgok, amik kicsit érthetetlenek, hogy miért is felnőtteknek szánják. Mennyire fontos egy reklámban valóban... Kasztás és cukára gondolsz most? Mint legutóbbi nem feltétlenül, hanem mondjuk arra, nem feltétlenül arra, hanem vannak olyan reklámok, amikben mondjuk adott esetben különböző ilyen gombásodás elleni, hogy is mondjam, eszközöket reklámoznak, olyan manókkal és olyan ilyen kitalált lényekkel, amik leginkább olyanok, mintha gyerekeknek szánnák őket. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy sok esetben a reklám nem feltétlenül, legalábbis azt lehet látni, hogy nem feltétlenül információ átadás, hanem átmegy egy olyan tendenciába, hogy minél mélyebb pressziót keltsen az emberben, minél mélyebben megmaradjon benne valamilyen nyom, mint amilyen bennem is ez az említett eset. Mit gondolsz, hogy ez a tendencia minek köszönhető? A reklámok között is kialakul egyfajta verseny, és ezek azok, amik egy idő után úgymond egymásra referálnak, vagy egymással versenyeznek a figyelemért? Mindenképpen a figyelem egyébként egy nagyon jó szó, amit most mondtál, meg ahogy bevezetted ezt az egész beszélgetést, ugye egyre több reklámmal találkozunk, egyre gyakrabban találkozunk marketinggel is, mint fogalommal. A figyelemért egy hatalmas küzdelem van, hogy egyáltalán a figyelmet megszerezze egy márka. De önmagában azt nagyon fontos elmondani, hogy a
figyelem az nem minden, nem lehet végcél. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy köznyelvben van egy zseniális mondás, hogy a negatív reklám is reklám, vagy a rossz reklám is reklám. Na, ez nagyon nem így van. Ez nem, ami rossz, az nem jó. Az káros lehet a márka számára. Önmagában az, hogy figyelmet generáltál, és bekerültél különböző médiumokba, tegyük fel, vagy pár influencernél megjelentél. Ez még önmagában a számodra nem érték. Mondok egy példát. Ha most elhoztam volna egy kis macskát ebbe a beszélgetésbe, és a második emeletről meg szeretném azt a kísérletet nézni, hogy valóban talpra esik-e a macsek. Az nyilván hírt generál ennek a műsornak, lehet, hogy még az RTL is lehozná, hogy valaki kidobott egy macskát a másodikról a GTK-n, de ez nektek se lenne jó, meg nekem se lenne jó. Szóval önmagában ez nem érték. És miért nem érték? Azért nem érték, mert nem mondasz el a saját márkádról semmit. Ebbe igazából nincs üzenet, nem mondod el azt, hogy héte ott ezt a terméket, szolgáltatást meg kell venned azért, mert. Szóval nincs benne érvelés, nincs benne üzenet. És nyilván ez az érvelés lehet racionális is bizonyos esetekben, lehet erősen érzelmi töltetű is, de mindig kell bele, mindig tudnod kell, hogy mit akarsz elmondani a te márkádról. Tehát önmagában a figyelemgenerálás az nem lehet végcél. Csak eszköz lehet? Igen, mindenképpen eszköz. Nagyon jó, hogyha sok megosztást elér egy tartalmad, mert létre tudtál hozni mondjuk egy minőségi videót, vagy egy olyan videót, ami egy olyan alapötletre épül, ami sok embernek tetszik. De hogyha itt nem mondasz el semmit a márkádról, akkor tulajdonképpen túl sok dolgot te nem értél el. Lehet, hogy egyszer megjelent a márka neved, rögzül, akár egy polc előtti döntésnél ez lehet fontos, de főszabály szerint azért üzenetednek mindig kell, hogy legyen. És ehhez kell egy jó stratégiaalkotási folyamat. Általánosságban el lehet mondani, és ez kicsikét illeszkedik az első kérdéshez, amiben ugye arra kérdeztem rá, hogy mitől válik valóban egy reklám hatásossá. Vannak olyan általános nagy szabályok, amik úgy igazak mondjuk a ma reklámjaira, mint ahogy voltak az 50 évvel ezelőtti reklámokra, vagy valójában az alapok is teljessége változnak? Mert azt tudjuk, hogy ugye az internet megjelenésével, a közösségi média, szárnyalásával minden megváltozott, minden kommunikációs aktus megváltozott jelentős mértékben. Így van ez a reklámok alapjaival is, úgymond? Ezt a kérdést nagyon szeretem, mert számomra ez egy érzékeny pontra tapint rá. A marketing, meg általában ez a kommunikációs világ igényli és jól eladható az, hogyha te törvényekről beszélsz, olyan szabályokról, amik mindig minden szituációban használhatóak. És ezt sokan használják a saját kommunikációjukban is ezzel foglalkozó cégek. De ilyenek a társadalom jellegéből adódóan nincsenek. Itt most nem akarom teljesen tudományos világba elvinni a beszélgetést, de fontos azt látni, hogy amíg a természettudományokban tudunk mondani egyértelmű törvényeket, vagy el tudjuk mondani, hogy mikor nem teljesül ez a törvény. A társadalomtudományokban ez nem így van. Nagyon nehéz törvényszerűségeket azonosítani, nagyon nehéz azt mondani, hogy ezek a törvényszerűségek így maradnak a következő 10 évben, nehéz előrejelezni, szóval sok problémát felvet. És ezt látjuk a marketing esetében is. És sokan ezt kommunikációs célra használják, de azért törvényekről nem beszéltünk. Persze vannak olyan eszközök, hüvelykúj szabályok, amik tudnak jók lenni, és amikhez vissza lehet nyúlni. Hogy a kérdésedre válaszoljak, ez a közösségi média, meg az internetek napjainkban már mindent megváltoztattak, és most már teljesen más, mint ami előtte volt, és minden fölíródott, ez nem igaz, ezt én nem szeretem, mert ez nagyon technikai megközelítése a problémának, és a lényegről elviszi a figyelmet. Mert pont akkor értékeljük a technológiai változásokat, hogyha történetileg rá tudunk erre nézni. A reklámos iskolák, beszéltünk reklámos iskolákról, amik mindig képviselnek egyfajta nézőpontot, hogy hogy kell jó reklámot készíteni. Ezek nem nagy meglepetésre az USA-ból indultak el, máshogy csináltak reklámot Chicagóban, máshogy csináltak New Yorkban, máshogy csináltak San Franciscóban, mindenki máshol kereste a problémát, és az, hogy a fogyasztó igényeire, szükségleteire hogyan lehet reagálni. Hogy mondjak konkrét példákat is. Volt egy Leo Burnett, még ma is van egy Leo Burnett nevű hatalmas globális ügynökség, ott a
az alapítónak, Leo Burnettnek, aki kreatív igazgató volt, az volt a filozófiája, hogy egy márkát úgy kell elképzelni, mint hogyha ember lenne, és személyiségi jegyekkel kell felruházni, mert az emberek ezáltal fogják megérteni azt, hogy miről is szól az adott márka. Erre tökéletes példa a Marlboro esete. Marlboro eredetileg egy női cigi volt, utána egy férfi cigit csináltak belőle, ami egy átpozícionálás volt, egy új stratégia, és azt a kérdést tették fel, hogyha ez ember lenne, hogyan kellene ezt elképzelni, és azt a választották rá, hogy aki Marlborót szív, az egy kőkemény macsó. És ez volt a fő irány. Ezzel szemben egy más iskola, mondjuk a New Yorki David Ogilvy nevéhez fűződő iskola, az Ogilvy megint napjaink egyik legnagyobb reklámos multicége. Ők azt mondták, hogy történetet kell elmesélni, mindig egy történeten keresztül kell átadni a te értékeidet, a te mondani valódat. És van mondjuk egy harmadik iskola, a San Francisco-i, ami különösen érdekes volt, annak mondjuk egy Howard Gossage nevű reklámszakember volt a központi alakja, ő mondta azt, és talán ez az egyik legjobb ilyen reklámos idézet, amit én legalábbis nagyon szeretek, hogy az emberek nem olvasnak hirdetéseket, az emberek azt olvassák, ami érdekli őket, és néha az egy hirdetés. Nagyon benne van az a szemléletmód, hogy te szórakoztató tartalmat akarsz gyártani, ami megragadja a figyelmét, de ezen kívül valamit el is mondasz saját magadról. És hogyha most ezt rávetítjük a közösségi média világára, a közösségi média az nagyon sok mindent átformált, de ezek az alapok, hogy te szórakoztatni akarj, nyilván figyelmet is akar, és a figyelm segítségével elmondj magadról valamit, ez nem változott, amit viszont lehetővé tett, hogy több eszköz van, akár költséghatékonyabban is fel tudod hívni magadra a figyelmet, akár költséghatékonyabban is tudsz jó kampányokat véghez vinni, és emellett, ami nagyon fontos, sokkal inkább mérhető, mint a régi klasszikus eszközök, klasszikus tömegmédiumokon keresztül. Viszont az talán elmondható, hogy a közösségi média korában mégiscsak ez lehet egy különbség, hogy maga a figyelemnek a hajszolása az magasabb szintű szempont, mint amilyen volt eddig az azelőtti időszakban, ugyanis van egy konkrét kifejezés, ez a information overload, vagy valami hasonló, ugye ez a információs túlterhelés, ami ér minket minden nap. Alapvetően ugye a közösségi média platformoknak a algoritmusai és a saját igényeinknek megfelelően osztják be a számunkra elvileg érdekes vagy hasznosnak vélt tartalmakat. Tehát ilyen téren azért beszélhetünk változásról, és valamelyest a hirdetési szempontoknak a megváltozásáról is. Nem tudom, hogy... Pontosan, abszolút beszélhetünk erről. Itt talán megint érdemes visszanyúlni az internet gyökereig, ahogy kialakult. Ugye, amikor az internet megjelent, és utána a közösségi média, nagyon sok elemző, szakértő, nagyon optimistán állt az internethez. És valóban, vannak az internetnek számtalan előnye van, ezt nem is akarom eljutatni, de nagyon sokan úgy álltak hozzá, hogy ez a demokratizálódás csúcsa. Tehát itt egy egyszerű fogyasztó képes olyan tartalmat előállítani, ami sok emberhez elér. És ez így is van. Fogyasztók hatalma tényleg növekedett. Képesek beleszólni a nyilvános diskurzusokba. Akár politikáról beszélünk, akár konkrét márkákról. Márkák a fogyasztással szavaznak, hogyha úgy vesszük. Igen, például. De hogy konkrétan a márkák esetében is, hogyha egy márka, mondjuk CBA-nak jó a példája, CBA Icuka kampánya, ez egy ilyen egyéves történet körülbelül, olyan tartalmat jelenített meg, amin egyes női szervezetek felháborodtak, és a közösségi média révén petícióindítással, kommentekkel képesek voltak a reklámot megszüntetni, betiltatni, a CBA-nak bocsánatot kellett, hogy kérjen. Tehát valóban egyrésztről azt látjuk, hogy növekedik a fogyasztóknak a hatalma. Ez akár kedvező tendenciaként is nézhetünk erre. De más oldalról, amikor arról beszélünk, hogy sokkal inkább demokratizálódott a nyilvánosság, ez egy elég nagy csoda. Ezt nagyon sokan kutatják most már, és nagyon sokan pedzegetik azt a gondolatot, hogy mivel a közösségi média algoritmusa a számodra tetsző tartalmakat akarja neked megmutatni, és arra épül az egész rendszer, hogy mindig olyan tartalmakkal, olyan üzenetekkel, olyan értékeket találkoz, amik a te hiedelmeidet,
értékeidet, világlátásodat megerősítik, ezért nem arról beszélhetünk, hogy sok különböző véleménnyel találkozunk, hanem sokkal inkább bezárulunk a saját kis buborékunkba, a saját kis körünkbe, és azt érezzük, hogy igazából mindenki, vagy nagyon sokan úgy látják a világot, ahogy én. És ez nyilván jó leső érzés, de pont ez a nyilvánosság demokratizálódása szempontjából ez nem tekinthető egy üdvös folyamatnak. És ez ugye nagyon nagy szerepet kap mondjuk a politikai kampányok vagy politikai kommunikáció esetében is, amiről a műsor második felében fogunk beszélgetni. Úgyhogy most elmegyünk egy kis szünetre, köszönjük szépen az eddigi figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is! Köszöntünk újra mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Honti Tamás marketing kutatóval. A műsor első felében leginkább a különböző használati eszközeink marketingéről beszéltünk, illetve hát konkrétan termékek marketingeléséről és a reklámok hátteréről. Viszont most áttérnénk a politikai kommunikációra, ami hát sokak szerint szerintem igencsak hasonló a termékek értékesítésére használt marketinghez és reklámozáshoz. És talán kezdhetnénk ezzel, hogy mit gondolsz, hogy mondjuk mik azok a fő különbségek, amik a politikai meggyőzés per manipuláció szempontjából felmerülnek a termékek eladásához hasonlítva? Vagy hogy egyáltalán van-e értelme különbségekről beszélni, mert annyi van belőlük? Szerintem nagyon van értelme különbségekről beszélni. És itt is egy fontos vitapontra tapintasz rá. Egyrésztről kutatók és a gyakorlati szakemberek és közbeszéd is elismeri azt, hogy létezik olyan, hogy politikai marketing. Ez mindenki számára nyilvánvaló és látványos, mert nagyon sok eszközzel találkozunk, amit egyébként eredetileg a reklámos reklámvilágból ismertünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy a politikában használnak olyan eszközöket, amit a marketing is használ. Van egy másik vetülete ennek a kérdésnek, az az, hogy mint ahogy mondtam, a marketing egy vezetési filozófia, hogy ez a filozófia, ez a szemléletmód, ez megjelenik-e a politikában. Nekem erre is a válaszom az, hogy megjelenik. Azért jelenik meg, mert a marketingnek, ahogy már említettem, a lényege az, hogy a fogyasztói igényeket próbáljuk minél jobban kiszolgálni, akár felkelteni őket. Egy adott célcsoport számára próbáljunk valamiféle funkcionális vagy szimbolikus értéket teremteni. Ha megnézzük a politikát, ott ugyanezt történik. Egyes célcsoportokra, egyes szegmensekre próbálnak a pártok lőni, sőt, tehát azért jönnek létre a pártok önmagába, hogy egyes társadalmi csoportok érdekeit képviseljék, vagy egyes társadalmi csoportokat meggyőzzenek arról, hogy ők vannak annak a tudásnak a birtokában, ami a közjóhoz elvezethet egy közösséget. Tehát a szemléletmód is megvan a politikában. Ez azért fontos, mert azt láthatjuk, főleg a mai világban, hogy a pártok, akár, hogyha idehozunk egy másik fogalmat, a populizmust, fókuszálnak az igényekre, próbálják őket kiszolgálni, és nyilván a saját programjaik, a saját elképzeléseiket mindig próbálják valahogy elfogadtatni is. Emiatt azt kell mondani, hogy vannak hasonlóságok, vannak különbségek. Nagyon divatos volt ez a gondolat, és ez a közbeszédbe is átment, hogy a politikus olyan, mint a szappan. Ez akár több filmben is elhangzik, meg nagyon sok helyen lehet ezzel találkozni. Ez egyrésztről egy nagyon sarkos megközelítés, hogy egy az egybe úgy kell eladni a politikust, ahogy a szappant. Ez önmagában... Ezek olyan mondások, amik kicsit megtörik ezt a jeget talán. Tehát ezért is nem baj a sarkossága, mert valami olyanra mutatnak rá, ami talán eddig is érezhető volt, csak nem lett kimondva. Tehát ez csak egy ilyen megjegyzésként fűztem hozzá, bocsi. Pontosan, igen. Látványos. Eszközök tekintetében nagyon hamar, már az 50-es években, ugye ez is az Egyesült Államokból indult a marketing, hát ezen lehetne azért még vitatkozni, de az Egyesült Államokban a II. Világháború után nagyon látványosan összefonódott a politikai kommunikáció és a reklámvilág. Többek között Eisenhower elnöknek az 50-es években lévő kampányát egy marketing reklámos szakember vitte, és ő készítette, és akkor készült el az első igazi politikai reklámfilm, ez a egy perces spot, amit a tévében vetítettek. Szóval elég hamar megtörtént az összefonódás. De az fontos látni,
hogy a politikára nem feltétlenül termékként kell tekintenünk, hanem inkább szolgáltatásként. Ugye a marketing az termékekkel és szolgáltatásokkal is foglalkozik, de úgy kell tekintenünk, hogy nekünk az aktuális kormány, a politikusok, az egész állami működés arról szól, hogy szolgáltatásokat nyújt nekünk. És ezért nem lehet azt mondani egy az egybe, hogy a politikus olyan, mint a termék. Nem lehet azt mondani, hogy a párt a termék, nem lehet azt mondani, hogy az ideológia termék, de maga a kategória, hogy létezik ilyen, hogy politikai termék, az fontos. Mert az alapján választunk meg végső soron politikusokat, hogy ők nekünk valamit impliciten vagy expliciten ígérnek. Tehát van valami fogalmunk arról, hogy ők mit akarnak. Ez megjelenhet akár program szinten is, akár egy gazdaságpolitikai programban, bár ugye ez nem árulok el nagy meglepetés, hogy magának a 300 oldalas programírásnak a műfaja azért eléggé háttérbe szorult, de ugyanúgy nevezhetjük terméknek például a hortikultusz ápolását, vagy az emlékezetpolitikát. Ezek mind termékek, mind valamiféle ígéretek, valamiféle csomag, amiben elmondja nekünk az adott politikai párt, hogy figyelj, én ezt képviselem, én ez vagyok, ha te is ez vagy, és fontosnak tartod, akkor én vagyok az, aki ezt a szolgáltatást a lehető legjobban tudja neked nyújtani. És valahogy az érezhető, hogy mindegyik ilyen szolgáltatás és talán termék kommunikációjában is lényegében is a védelem, ami a legdominánsabb tényező, tehát a veszéllyel szembeni, bármilyen típusú vagy jellegű veszéllyel szembeni megoldás kínálás. A politikában, ahogy említetted, mondjuk a populizmust, ott is ez igen nagy szerepet játszik, és hogyha megnézzünk mondjuk egy mosószerreklámot, vagy WC-tisztító reklámot, akkor ott is látjuk a betolakodókat a házunkba, amiket ezáltal ki tudunk űzni. Tehát valahogy, mintha ennek a félelem alapú, vagy a félelemre reflektáló, inkább azt mondom, hogy a biztonságkeltésének az aktusa megy itt végbe. Talán ez érzékelhető, és ez talán valami olyasmi lehet, ami lehet, hogy összeköti ezt a kettő irányt, tehát a politikai kommunikációt és az adott termékek és más szolgáltatásoknak a forgalmazását vagy kommunikációját. Az biztos, hogy az érzelmekre való hatást azt sok kutató és sok szakember a kardinális tényezőnek tekinti. És ez így is van, és az érzelmek közül a figyelem, vagy a védelem, a félelem, igen, az mindenképpen kiemelendő fontos. És megjelenik termékek esetében is nagyon gyakran, hogy érez magadon a társadalmi nyomást, érez magadon félelmet. Legegyszerűbb példa a rágó egyébként. Azért a nagymárkák elég hamar rávettek minket, hogy folyamatosan féljünk attól, hogy nem annyira jó illatú a szánk, ezért folyamatosan rágózunk. Ez ugyanaz a logika. De igen, a politika esetében azt láthatjuk, hogy azért minden politikai erőnek, hogyha érdemben akar politizálni, és valami innovációt szeretne létrehozni, valami politikai innovációt, amivel nyilván a támogatottságát tudja növelni, azt mindig ki kell jelölnie, hogy szerintem mi a probléma jelenleg, és hogyan lehet, majd fel kell tenni a kérdést, hogy mi a probléma, és kell rá választ adni, hogy mi a teendő, hogy ez alapján mi következik. És azt láthatjuk, hogy a populizmus esetében ez a félelemmel nagyon gyakran együtt jár. De azt azért fontos elmondani, hogy a populizmus nagyon pejoratívan kezelik ezt a fogalmat sokan, önmagában azért a demokrácia logikájából adódó jelenség. És az, hogy konkrétan mit nevezünk populizmusnak, az egy érdekes elméleti vita, hogy a populizmus mögött valamiféle stratégiát nevezünk meg, vagy a populizmus csak egy kommunikációs stílus, netalántán vannak bizonyos értékei, amik miatt az ideológiák felé is kacsingat, ilyen értékek például a neoliberalizmus ellenesség, vagy elitellenesség, ezek igazából minden típusú populizmusban megjelennek. Emiatt itt van egy fogalmi zavar, de az biztos, hogy a demokráciáknak egy logikus következménye, és nagyon gyakran együtt járnak mostanában a félelemmel, mint egy domináns érzelemnek a kihasználásával. De ebben persze más típusú érzelmek is vannak. Nemzeti érzelmek,
alapjogokhoz is kapcsolódhat, a populizmus sok mindenhez kapcsolódhat. A lényeg gyakorlatilag ebben az egész stratégiában az a mumusgyártás, mert oké, hogy mondjuk a populizmus ezt csinálja, de valójában a populizmus ugyanúgy válhat egy mumussá egy másik stratégiában. Tehát valójában nem is, ahogy te is mondtad, nem lehet erre leszűkíteni, ha jól értettem, hanem valójában arról van szó, hogy ez egy ilyen... a meggyőzésre irányuló, vagy társadalmi támogatás szerzésére orientálódó gyakorlat. Pontosan, de azt azért kiemelném még egyszer, hogy a probléma megjelölése, annak az azonosítása, hogy én ki vagyok, az én közösségem mit képvisel, és ebből logikusan adódik, hogy én nem az a közösség vagyok, én nem a másik vagyok, az azért a politikának egy természetes felejárója. De igen, stílusban a politikai kommunikáció sokat változott az elmúlt évtizedekben, de ezzel megint nem árulok el nagy titkot. És igen, a félelem az talán erőteljesebben jelen van most az eszközök között. És mit gondolsz, hogy ez a politikai kommunikáció teljességére, vagy teljes értékűségére, inkább így akartam mondani, milyen hatással van, akár konkrétan a közösségi média befolyása, a figyelem hajszolása, hogy adott esetben az amerikai kampányokban ezt megfigyelhetjük, ugye a közösségi média gyakorlatilag az alapja adott esetben ezeknek a politikai népszerűségi felszökéseknek. Konkrétan ez, ugye itt nyilván országok döntéshozóiról és azoknak megválasztásáról van szó, szerinted degradálja ezt az egész, ennek az egésznek a komolyan vehetőségét, vagy a komolyságát, és inkább hátráltatja a társadalom fejlődését a közösségi média ilyen jellegű beszökése a politikai kommunikációba? Itt ebben az esetben is trendeket, meg ellentrendeket látunk. Azt fontos kiemelni, hogy ha most konkrét példákat akarunk megnevezni, Trump esetében a közösségi média az egy nagyon fontos eszköz volt, hogy a közösségi médiában a tabudöntő állításokat tudjon kinyilatkoztatni, amivel a mainstream médiába is be tud kerülni. Az egy sajátos politikai környezet, egy sajátos politikai szituáció, de ott mindenképpen stratégiai eszköz volt. De hogyha magyar példákat akarunk hozni, a Jobbik megjelenése, ami elsősorban egy erős közösségi média jelenlét révén alakult ki, vagy a Momentumnak az előretörése, mind a közösségi média segítségével tudták elérni azt a támogatottságot, ahová elértek és eljutottak, és részsikereket ezzel el is értek. Közösségi média egy fontos eszköz, én abban nem hiszek, hogy a társadalmi fejlődés így, mint kategória. Ez ugye nagyon sok mindent jelentett, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. De abban nem hiszek, hogy a közösségi média ezt gátolná, vagy támogatná. Itt van egy eszköz, amit lehet jóra és rosszra is használni, de az mind szubjektív, hogy mi ezt, hogy használjuk pontosan. Viszont történik egyfajta burokba való bezárkózás azzal kapcsolatban, hogy mindig olyan tartalmakat találkozol, amik megerősítik a te eddigi hiteidet, értékeidet, ez nyilván lehet problémás hosszú távon. Itt nyilván, hogyha az állampolgárok a jó értelembe vett állampolgárként viselkednek, tehát törekednek arra, hogy jobban megértsék a pártokat, többet foglalkoznak a politikával, akkor ebben az esetben ez tud kicsit tompító hatású lenni, meg hogyha kellő kritikai érzékkel rendelkeznek. Általában, amikor kutatókkal beszélek, akkor mindig úckodnak attól, hogy ilyen, hogy is mondjam, jós szerepbe lépjenek. De mégis szerinted a közeljövőben merre halad a politikai kommunikáció, vagy akár a egyéb más marketing kommunikáció, fog-e változni, vagy halad ugyanez az úton, amin most megy, vagy egyáltalán kell-e változnia a te véleményed szerint? Maga a műfaj az nem fog változni szerintem. Ez mindig aktuális igényekre, mindig aktuális társadalmi problémákra reagál. És ilyen szempontból még egyszer mondanám, hogy a politikai marketing is nem egy végcél, hanem egy eszköz, amit sok mindenre lehet használni, lehet nemes dolgokra, meg kevésbé nemes dolgokra is, de itt nagyon veszélyes terep az, amikor ezeket értékrendileg akarjuk minősíteni egyes, akár politikai szereplők szándékát, mert az törvényszerűen szubjektív.
Fontos kiemelni, hogy ez egy eszköz, ami mindig reagál a világra. Az biztos, hogy mint másik nagy trend azt látjuk, hogy a politika elment a show műsor, a szórakoztatás irányába. Trump ennek a folyamatnak, ami már indult a 90-es években, sőt akár hamarabb is, egy tök jó végpontja volt, hogy egy valóságshowhős, akár még celebnek is nevezhetjük, bár azért mögötte valamiféle teljesítmény van. Ez egy jó végpontja annak, hogy a szórakoztatásnak meg kell, hogy jelenjen a politikában, és akkor tudsz új embereket behúzni a politika világába, és ebből azért kicsit naívan, de az is következhet, hogy több embert kezd el érdekelni a politika, bár azért manapság nem ezt látjuk. Rendben, beszéltünk arról is, hogy konkrétan a gazdaságtudományról és saját tevékenységekről beszélünk. Röviden kifejezve, te miért választottad ezt a pályát, és hogyha egy gyereknek kellene elmagyarázni, ez most lehet, hogy meglepő lesz, hogy mivel is foglalkozik a gazdaságtudomány, és hogy mi is az érdekes benne, akkor mit mondanál? Emberi döntésekkel foglalkozik szerintem a közgazdaságtudomány. És ez szerintem nagyon fontos megállapítás. Nyilván az emberi döntéseknek a gazdasági vonzataival elsősorban. De mindig az ember van a fókuszban, mindig a társadalom, és vannak különböző módszerek, amivel ezt próbáljuk megmérni, elemezni, valami olyan tudáshoz jutni, amivel netalántán még kisebb előrejelzéseket is lehet hozni, de mindig ez kerül a fókuszba, hogy mi alapján vásárolunk, hogyan alakulnak ki a kis közösségek döntései, hogyan alakul ki egy piac, piacon mi alapján döntenek az egyes szervezetek, hogyan lépnek egymással a partnerségbe, és végső soron, hogyha kívülről tekintünk rá, akkor ezt a piacot lehet-e, kell-e szabályozni, kell-e behatolni a piac működésébe. De az biztos, hogy mikroszintről, az emberi döntésekről indulunk, és szerintem ez áll a vizsgálódás fókuszába. Én ezért szeretem, mert azon gondolkozhatok, hogy mások mi alapján hozzák meg a döntéseiket. Ugye most jelenleg PhD hallgató vagy Szegeden, milyen jövőbeni terveid vannak nyilvánvalóan az itt történő végzésen kívül? Az nagyon fontos számomra, hogy a politikai marketing kutatói oldalról még gyerekcipőben jár, vagy mondhatjuk azt, hogy még most kezd kialakulni ez az önálló tudományág, ami nagyon sok más területnek az eredményeire épít, de lehet, hogy ez meglepő, még egyszer mondanám, ez még egy friss terület, és nyilván a fellegvára az Egyesült Államok, de ahogy jövünk Európába, itt is egyre többen foglalkoznak vele, és emiatt elméleti oldalról itt még sok mindent meg lehet írni, és sok mindennek az alapját le lehet tenni. Adódna a kérdés, hogy de hát nem ezt látjuk, hogy a politikai pártok közül jó páran nagyon profi művelik ezt a műfajt, ez valóban így van, az a gyakorlati oldal, de sok elméleti alapvetés, sok teoretikus probléma nincs letisztázva, és magán a területen is az első kutatók, akik azt mondják magukról, hogy politikai marketinggel foglalkoznak, azok most jelennek meg. Fontos talán még azt kiemelni itt, hogy terület elsősorban azért a politológusoknak és a marketingeseknek egy metszett területe. Sokan beszélnek még erre a párbeszédbe, szociálpszichológusok, médiaelmélettel foglalkozó szakemberek, de elsősorban azért marketingesek és politológusok. És a két terület képviselői még nem feltétlenül beszélik egymás nyelvét, nem feltétlenül értik egymás szemléletmódját. Itt még sok párbeszédre lesz szükség ahhoz, hogy valamiféle paradigmaszerűség, vagy valamiféle elméleti keret létrejön, amire később lehet kutatásokat építeni. De nekem az egyik ambícióm az, hogy ebbe a párbeszédbe aktívan részt vegyek Magyarországon. Úgyhogy kutatói szempontból ez az elsődleges. Rendben, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánok ezekben a tervekben a jövőben. Köszönöm szépen. A nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!